Kurucsai Szabolcs olyan szakmát választott, amelyben egyáltalán nem zavarja azt, hogy látássérült, hiszen szakács és barista. Ráadásul Szabolcs nem csak hogy nem állt bele az önsajnálatba, hanem iskolákba járt tréningeket tartani, hogy a látók ne féljenek segítséget nyújtani. Hát egy ilyen fiú engem is eléggé motivál, de vajon őt mi hajtja? Szabolcs, barisztaként üdvözöllek, de... Én is üdvözöllek. De már egy rövid kis előzetes megbeszélés alatt kiderült, hogy te minden vagy egyszer. Hát most elmondtad már, hogy szakács, sommelier, masszőr, és még? Hát barista is, amit mondtál. Hát ezen kívül életművés lehet így mondani, talán túlélő, de nagyjából az a őkbüszkéleteket, amiket elsoroltál, ezt mind vakságom után szereztem. És akkor visszaépítettél, meg újraépítettél. Na, azért, igen, az egy kis nehéz lépcső volt, azért meg kellett ugyanúgy felfelé. Meg kellett tanulni működni a világban. Én nekem volt egy első feleségem, egy nagy fiam, vállalkozásaim voltak, JKT-n megéltem, volt pénzem, minden, csak egyszerűen mit mindent a gép, ha lehet ilyet mondani. És akkor újra kell mindent kezdeni, újra kell mindent tanulni, tényleg. De nem azt éltem meg a legrosszabb, hogy talán lesöpörték az asztalt, hanem azt, hogy elveszítem az önállóságomat. Gondolom most már te is türelmesebb vagy, és jobban érted, hogy hogyan kell rávezetni embereket erre, mert azért ez sokkoló, ijesztő is lehet valakinek, hogy úristen, ő lehet zavarva, hogy mit kell majd ott csinálnom, jaj, mi lesz, majd néznek engem is az emberek miatta, majd hogy fog popcorn tenni. Tehát ilyenek is gyakorlati kérdésektől ijednek meg a környezetedben, gondolom. Vagy egyáltalán, hogy adják oda a pohár vizet, mit mondjanak, hogy töltsenek, megkavarják a kávédat helyette? Hát én is tudom megtölteni. Most teljesen megfogtad a pohár vizet, akár tölteni is tudnál? Töltsetünk. Úgyhogy... Ez nagyon érdekes, hogy van egy... Tényleg van egy ilyen tárgymemóriád. Ezt most hallás alapján fogod tudni? Hallás, de most azért nem próbálom. Nem próbálom. Nekem is töltesz? Bocsáss meg, ne haragudj, persze. Tehát a súly alapján érzed azt, hogy körülbelül mikor elég. Köszönöm szépen. Nincs az egészségedre. És teljesen magabiztosan fogod meg a kupakot. Nem a cirkuszi mutatványt értékelem ebbe, hanem veled örülök, és lenyűgöző az, hogy igen, meg lehet csinálni. Mit csinálunk mi látók a legrosszabban veletek kapcsolatban? Mit rontunk el, mi az, amit elmulasztunk? Pedig egyébként józan észre mindenki azt gondolná, hogy ő aztán nagyon tudja, oda kell menni, ha látunk egy fehér botot vagy egy kutyát, és meg kell kérdezni, hogy segíthetünk-e. Vagy túl segítetek, vagy nem tudja. Ne, az a legrosszabb talán, hogy nincs kérdés. Oda megyek, oda jön hozzám. És átviszem az utódára, noha meg se kérdeztem tőle, hogy oda akar-e menni. Mi a cél, mi motivál, van-e ilyen megfogalmazható fókusz, ahova szeretnél eljutni? A magánéletemben legyek boldog időben. Oké, mert a felségem, hogy legyen gyerekem, legyen fix családom, így érzem, legyen egy kis fészkem hazamenni. Na, ez a legeslegelső vágyom. Ez a legesleges. Ez mindennél fontosabb. És mindent ennek rendelsz alá. Igen. Ez nagyon érdekes, és örömmel hallom ezt, mert szerintem ez nagyon őszinte, és nagyon sokan ilyesmi típusú kérdésre azt válaszolják, hogy a missziójuk, hogy a másik emberek, és ez nekem mindig egy picit természetellenesnek tűnik, mert szerintem ez a helyes sorrend. Az egyéni boldogságom a párommal, a fészkemmel, ezt nagyon szépen mondtad, mert akkor tudsz olyan egészséges, harmonikus ember lenni, aki tud segíteni. Ha magammal elégedett vagyok, ha belül minden oké, a mögöttem a család, akkor utána kezdve már tudok alkotni, tudok kiteljesedni. Hát így legyen. Én szerintem ez, én valahogy azt érzem, hogy rövidesen meg lesz neked, de az biztos, hogy meg is érdemled. Köszönöm. Köszönöm, nagyon jó volt veled beszélgetni, és nagyon megdicsérem Elvist, mert nagyon türelmes. Vagy egyszerűen csak elaludt? Hát, relaxál. Aha.